Sziasztok! Folytatjuk tovább a koordináta geometria témakörében. Ma a két egyenes metszéspontjával, pont és egyenes távolságával, valamint Két párhuzamos egyenes távolságával fogunk foglalkozni, illetve ezek kiszámításával. Nézzük az elejéről. Ugye két egyenes meccéspontjának koordinátája az egyenesek egyenleteiből felállított két ismeretlenes lineáris egyenletrendszer megoldásaként áll majd elő. Itt van mondjuk két egyenes, mondjuk ez egy E, ez pedig egy F egyenes, és ugye a két egyenes meccéspontjára leszünk majd kíváncsiak amely ugye metszi egymást, és ez lesz az ugyan elnevezett M metszés pont, ugye ezeknek is lesz koordinátája az X és az Y. Az ilyen típusú feladatoknál tehát ki kell találnunk, vagy ki kell számolnunk először az egyik egyenes egyenletét, illetve a másik egyenes egyenletét, és két ismeretlenes rendszerrel meg fogjuk oldani azt, hogy mi is a két egyenesnek a meccéspontja, de nézzünk is egy konkrét példát. Az E egyenes, az A-49 és a B-2-3 pontokra illeszkedik. Az F egyenes a P-81 pontra illeszkedik, és iránytangense 2 3 -ad. Számítsuk ki a két ö, egyenesnek a meccéspontját, tehát a meccéspontjuknak a koordinátáit. Ugye az E egyenesünknek, az E egyenesünk áthalad az A és a B pontokon, aztán van egy F egyenesünk, ez az F egyenes áthalad ezen a mínusz 8, 1 koordinátákkal ellátott P ponton, és még azt tudjuk az F egyenesről, hogy az iránytangense kétharmad. Ugye az első lépés az lesz, hogy felírjuk mindkét egyenes egyenletét. Ugye felírjuk az E egyenes egyenletét és az F egyenes egyenletét, kezdjük először is az E egyenessel. Mit tudunk az E egyenesen? Azt tudjuk, hogy ez az E egyenes az A és a B pontokon halad át, így kapásból leszünk, be kell jutnunk, hogy akkor ki fogjuk tudni számolni az AB irányvektort. Az AB irányvektor ki tudjuk számolni úgy, hogy a B első koordinátájából kivonjuk az A első koordinátáját, aztán a B második koordinátájából kivonjuk ugye az A második koordinátáját. Így egy sima irányvektor számolásként fogjuk ezt az első lépést megoldani. Azt kaptuk, hogy az AB irányvektorom, az 6 mínusz 12 lett, Ugye megvan akkor az E egyenesünknek az irányvektora, az a 6 és mínusz 12, de értemes egyszerűsíteni, hogy ne dolgozzunk ilyen nagy számokkal. Ebből lett az 1 és a mínusz 2, tehát az E egyenesem irányvektora 1 és mínusz 2. Ha tudjuk már az E egyenesem irányvektorát, ebből már simán normál vektort is tudunk számolni. Ugye cseréljük fel, majd az egyiknek vesszük az ellentettjét, akkor abból lesz a kettő és az egy. Ugye az irányvektorból tudunk normálvektort, a normálvektorból pedig irányvektort is oda-vissza működik ez a kettő. Na már most, ha megvan a, a normálvektor is, akkor alkalmazzuk szépen a normálvektoros egyenletnél tanult képletet, és már meg is van az e-egyenesünknek az egyenlete. Felírom én most a, a normálvektoros egyenletet, Ugye az a és a b jelenti ebbe a képletbe a normál vektort, az x0y0 pedig azt, amely ponton áthalad az a konkrét egyenesünk. Ebbe a képletbe már csak be kell helyettesíteni. Meg is kaptuk az e egyenesünknek a, az egyenletét. X0, Y0 választás, akkor én most az A pont koordinátáit helyettesítettem be, de ha a B pont koordinátáit helyettesítitek be az X0, Y0 helyébe, akkor is ugyanezt az eredményt fogjuk kapni. Most pedig következik az F egyenesünknek a felírása hasonló módon, mint ahogy az E egyenesnél tettük, tehát most jön az F egyenletnek a felírása, Mit tudunk az F egyenesből? Az F egyenesről azt tudtuk, hogy a P ponton halad át, amelynek a koordinátája mínusz 8 és 1 volt, illetve megadták a meredekségét, amely kettő harmadot adott ki. Eszünkbe jut, Ebből már kapásból fel tudunk írni egy egyenes egyenletét. Ha ugye a meredegség is megvan adva, akkor eszünkbe jut az adott x1, y1 pontra illeszkedő m meredekségű egyenes egyenleténél használt képlet, amely másképp nem hangzik, mint y egyenlő, y1, meg m szer x X1. Ebbe a roppant egyszerű képletbe fogunk mi most behelyettesíteni. Ugye az Y azt keressük. az Y1 volt a, a P ponton második koordinátája, meg volt adva a meredekség. az X1 pedig ugye a mínusz 8, amely jelen esetben most itt plusz 8 lett. Szépen rendezzük az egyenletet, akkor azt fogjuk kapni, hogy 2x-ből 3y egyenlő mínusz 19 ez lett az f egyenesünknek az egyenlete. Na már most akkor megvan a két egyenesünk egyenlete, az e és az f egyenesünk egyenlete is, ezért most csinálunk egy egyenletrendszert. Ugye az e egyenesemnek az egyenlete az 2, 2x plusz 1y egyenlő 1 volt, az f-egyenesem egyenlete az 2x-ből 3y egyenlő mínusz 19 volt. Ezt a két ismeretlenes lineáris egyenletrendszert fogjuk mi megoldani, hogy a két egyenes meccés pontját megkapjuk, melyik az a közös pontjuk. Ha rendezzük ezt az egyenletrendszert, és kivonjuk egymásból, kivonást csinálunk, akkor azt kapjuk itt, hogy 4y egyenlő 20-szal, y egyenlő 5-tel, ezért most ugye megkaptuk az y-t, ezért visszahelyettesítjük az y-t vagy az elsőbe, vagy a második egyenletrendszerbe. Én mondjuk most az elsőbe helyettesítem vissza akkor azt kapjuk, hogy 2x plusz 5 egyenlő 1-el, megoldjuk a feladatot, és kijön az, hogy x-re kapok mínusz 2 -t. Tehát a két egyenletnek a meccés pontjára megkaptam azt, hogy mínusz 2 és 5 lett. Egyszerűek ezek a feladatok, csak a lépéseket tartjuk be, tehát van két egyenletünk, amely metzi egymást, ezért először is szükségünk van pont során a két egyenletnek, a, a két egyenesnek az egyenletére, és ha ez mind megvan, akkor egy sima lineáris egyenletrendszerként meg fogjuk tudni oldani ezt a feladatot, és visszahelyettesítve, vagy az x-et, vagy az y-t, attól függ, hogy melyik esik ki, Megkapjuk a két egyenesnek a mezcéspontját. Azonban lehetséges, hogy két egyenes esetén az egyenleteikből álló egyenletrendszernek nincs megoldása, ilyenkor nem kell feltétlenül megijedni. Ez akkor áll elő, ha mondjuk két egyenes párhuzamos, és ugye nem esik egybe akkor se kell megijedni, ha nem jön ki semmi az egyenletrendszerből, mert akkor a legjobb esetben az történt, hogy ugye a két egyenes nem metzi egymást, és ugye feltéve, hogyha feladat megoldása során nem hibáztunk. Menjünk tovább. Pont és egyenes távolsága. Pont és egyenes távolságának a pontból az egyenesre bocsátott merüleges szakasz hosszát nevezünk. Itt van egy ábra. Ilyen feladatotok megoldása során általában megadnak egy egyenest, illetve az egyenesen kívül egy pontot, és a p pont és a, ennek, a, mondjuk az e egyenesnek a távolságát fogjuk tudni még kiszámolni roppant egyszerű módon. Ugye kell az egyenesünknek a az egyenlete, aztán a p pontból merüllegest fogunk bocsátani az E egyenesre, és akkor ezt az merőleges egyenest elnevezzük mondjuk. F-nek, G-nek, ki hogy tetszik, és akkor ugyanúgy már kiukadtunk annál, hogy az első feladatban is meccéspontot fogunk keresni, az E és F egyenlet megoldásából ki fog jönni egy meccéspont XY koordinátákkal, és egy egyszerű távolság képletbe behelyettesítve megkapjuk a P és a T távolságát, azaz a P pont és az E egyenes távolságát, de nézzünk egy konkrét példát. Milyen távol van a p pont a mínusz x plusz 2y egyenlő 2 egyenletű egyenestől? Ha p p pont meg van adva, jelen esetben itt van, 0 és mínusz 5 koordinátákkal rendelkezik. Ugye a p pontom fel is vettük, 0. 5. Ezt a feladatot is ö, lépésenként kell megoldani. Először is felírjuk az F egyenesünknek az egyenletét, amely ugye mondtam az előbb, hogy a P pontból merőlegest fogunk bocsátani erre az adott E egyenesünkre és mondjuk ezt elnevezzük F egyenesnek, és akkor ennek az F egyenesnek kell majd felírnunk a, az egyenletét, és a, az E egyenesnek már amúgy is megvan, és akkor egyenletrendszer megoldásával megint ki fogjuk számolni ezt a bizonyos metszéspontot, amit én most itt T-vel jelölök, ennek is lesz egy koordinátája, mondjuk XY, és a P és a T távolságából fogjuk kiszámolni, hogy ez a P pont mennyi, Mekkora távolságra van ettől az E egyenestől? Akkor kezdjük, kezdjük is el. Először is, ugye, ahogy mondtam, az E egyenes merőleges az F-re, de mindjárt visszatérek a rajzhoz. Ugye ez az E egyenes merőleges erre az F egyenesre, ezért az E egyenesünknek a normálvektora, amit itt az E egyenesnek az egyenletéből ki is lehet olvasni, ez E egyenes normál vektora, az F egyenesünknek az irányvektora lesz. Az E egyenesünknek, ugye az F egyenesünknek az irányvektora lesz. Ugye még egyszer felírom, hogy az E egyenesünknek, az meg volt adva, mínusz x plusz 2y volt az egyenlete. Ebből ki tudjuk olvasni, hogy az E egyenesünknek a normál vektora, az a mínusz 1 Kettő, és ugye mondtam, hogy ez az E egyenes merőleges F-re, erre a merőleges F egyenesünkre, ezért az E egyenesnek a normál vektora az F egyenes irányvektora lesz, azaz ez mínusz 1, 2. Lesz. és mivel f egyenest, ugye az f egyenesünket felírhatjuk a normál vagy a irányvektoros egyenletünk alapján is, választhatjuk mind a kettőt, mondjuk a legcélszerűbb, hogyha amelyiket szeretnétek választani, tehát ebből az irányvektorból mi tudunk csinálni ugye az f egyenesnek egy normál ugye megcseréljük, és az egyiknek vesszük az ellentetjét is, de én most választom az f egyenes felírására az irányvektoros egyenletet. És ebbe fogunk mi most behelyettesíteni. És akkor, ha ezt megoldom, ebből szépen Letisztázom, azt kapom, hogy 2x plusz y egyenlő mínusz 5. Ez lett az f egyenesünk. És ilyenkor már nincs más hátra, mint megvan a két egyenesünknek az egyenlete, akkor egy egyszerű egyenletrendszer megoldásával meg fogjuk ö, tudni adni, hogy mely, milyen ponton halad át ez a bizonyos F egyenes az E egyenesünkön. Ugye az E egyenesünknek volt mínusz x plusz 2y egyenlő 2 az egyenlete, az F-ét most számoltuk ki, és akkor ezt szépen megoldjuk, akár úgy is, hogy mondjuk ezt a felső elsőt beszorozzuk kettővel. Folytatom itt tovább. Megkaptam azt, hogy a, az y az mínusz egy ötöd lett. Most akkor visszahelyettesítünk, hogy az x-ünket is ö, ö, megkapjuk. Ízok egy új oldalt. Mondjuk visszahelyettesítünk az elsőbe, és azt megoldjuk ezt a feladatot, beszorzunk mondjuk öttel, akkor azt kapjuk, hogy mínusz 12 ötödöt kaptunk az x-re. és pontja tehát az e, illetve a merőleges f egyenesnek. Mínusz 12 ötöd, és mínusz 1 ötöd lett. És ha ez megvan, akkor egyszerűen ki fogjuk most már tudni számolni a P és a T távolságát, de visszamegyek én a rajzhoz, hogy hogy állunk most. Ugye megkaptuk most az F egyenesünk egyenletét, ugye az E egyenes meg volt adva, egyenletrendszerből megoldásaként megkaptuk, hogy az F egyenes hol döfi át az, E egyenes, tehát ezt a T pontot, megkaptuk azt, hogy mínusz 12 ötöd és mínusz 1,5 volt a koordinátája. És akkor már csak egy egyszerű távolságot kell ö, számolnunk, a P és a T távolságát, és készen is leszünk akkor a feladattal. Távolságot fogunk számolni, távolságképletben ugye a koordináták négyzetösszegeinek négyzetgyökével egyenlő a távolság, szépen akkor elkezdjük megoldani a... Ö, feladatot, ideírom még mellé, hogy a P pontomnak a koordinátája az 0 és mínusz 5 volt, visszaértesedtünk a távolság képletbe, ugye, amely úgy szól az AB-re vonatkozóan, hogy gyök B1-ből A1 a négyzeten, meg B2-ből A2 a négyzeten. De ez meg bent van a függvénytáblában is gyönyörűen. Egészből gyököt vonunk, és a végeredményre azt kapjuk, hogy gyök alatt 720 25 öd és ezt szép, szebb alakká akarjuk tenni, akkor a végeredmény az lesz, hogy 12 gyök 5 távolságra van egymástól a P pont, illetve az E egyenesünk. Nézzük tovább. Most a feladatunk az, hogy két párhuzamos egyenesnek a, a távolságát fogjuk mi ö, ö, kiszámolni. Itt így hangzik a példa, hogy mekkora távolságra van egymástól az e egyenes, amelynek a kord az egyenlete x plusz y egyenlő 5, az f egyenesünknek pedig az egyenlete y egyenlő mínusz x. Megjegyezném, hogy két párhuzamos egyenes távolsága az egyik egyenes tetszőleges pontjának a másik egyenestől vett távolságát értjük. Hogy is kell elkezdeni ezeket a feladatokat? Az első lépés az lesz, hogy ugye ábrázoljuk mindkét egyenest, én ezt már meg is tettem. Utána, mondjuk az egyik egyenesen, célszerű mindig a könnyebb utat választani, az egyik egyenesen felveszünk egy tetszőleges pontot, amelynek ismerjük a, a koordinátáit de akár ki is lehet számolni, én most úgy fogom csinálni, mintha uh, kiszámolnánk. Ugye én most veszek egy tetszőleges pontot az E egyenesemen, mondjuk veszem ezt a P pontot, amely ugye az X tengelyre illeszkedik, és már kapásból tudom, hogy az X tengely 5-ös pontján megy át ez az E egyenes, ezért az első koordinátája, ugye, az az ötös ö, lett, a második koordinátája ö, viszont az y. Én először ezt fogom kiszámolni, mert lesznek olyan esetek is, amikor például a, ö, nem tudunk olyan elég hosszúat rajzolni, hogy átmenjen a, az x ö, tengelyen, ezért ki kell majd számolni mondjuk a p-pont koordinátáját, de ugye már kapásból tudjuk, hogy ez nulla lesz, de mindjárt megmutatom, hogy kicsit felfrissítjük, hogy hogy is lehet kiszámolni. A következő lépés pedig majd az lesz, hogy ebből a p-pontomból Ugyanúgy, ahogy az előző feladatoknál is mutattuk, ebből a P pontból merőlegest fogunk állítani erre az F egyenesre, és ahol ez a merőleges mondjuk G egyenesen átdöfi ezt az F egyenest, ott lesz egy metszéspont, amit T-vel fogok jelölni. És akkor... Először ki kell majd számolnunk ennek a G egyenesnek az egyenletét, úgy, ahogy az előzőekben. Ö, aztán egy egyenletrendszerbe megoldjuk a G és az F egyenest, az ki fog adni egy ö, ö, XY koordinátákkal ellátott T pontot, ugyanúgy, ahogy két egyenes metszéspontja, és már csak egy egyszerű távolsággal, távolság képletbe visszaértesítve meg fogjuk kapni, hogy a P és a T pont, azaz az E és az F egyenes milyen távolságra lesz egymástól de én le is írtam ezeket a lépéseket is. Kezdjük el akkor a feladatot. Ugye az első lépés az volt, hogy kiszámoljuk a P-nek a koordinátáját. A P pont koordinátája, amely ugye tudjuk, hogy a P pontom, ugye az X tengelyt az ötös pontban döfte át, 5y, ezért mi most a második koordinátájára leszünk kíváncsiak, de egyszerűen csak visszaéltesítjük az f egyenes egyenletébe, amely ugye úgy szólt, hogy x plusz y egyenlő 5-tel, visszaéltesítjük x helyére az 5-öt, és akkor már is megkaptuk, hogy az y egyenlő 0, tehát a p pontomnak 5 és 0 lett a koordinátája. Na már most, mivel nekünk a két egyenes távolsága kell, ezért ugye, ahogy az előbbi rajzon említettem, ebből a P pontból merőlegest fogunk húzni az E egyenesre, ugye ez, ez az úgynevezett G egyenesünk, és most nekünk fel kell állítani ennek a G egyenesnek az egyenletét, és ugye, mivel tudjuk, hogy a, ismerjük a, az E egyenesemnek, ismerjük az E egyenesemnek, ó, itt egy kicsit félre mondtam, most korrigálom. Ugye a feladatban az volt, hogy ez az F egyenes, ez pedig az E egyenes, de ez igazából nem lényeg, csak össze ne Na, ugye mi most az a lépés, hogy a G egyenest -nek az egyenletét fogjuk felírni, és mivel ismerjük az F egyenes normálvektorát, amit le is tudunk itt olvasni, hogy 1-1, egy -egy, és ezt elforgatjuk 90 fokkal, ezt a normálvektort, akkor az pontosan merőleges lesz a, merőleges lesz a, a G ö egyenesre. Ugye egy G-egyenesen merőleges vektort kapunk, ha a, a, az F-egyenes normálvektorát 90 fokkal elforgatjuk, azaz ismer lesz, ismert lesz már a G-egyenes normálvektora is. Ugye mivel ennek a, a normálvektora 1-1 volt, és ha ezt 90 fokkal elforgatjuk, ezt a normálvektort, akkor ugye a G-egyenesre ez merőleges lesz, ezért Ismert lesz ugye a g-egyenesünk normálvektora is, amely lényegében annyi, hogy helyet cserélés előjelet vált. Tehát akkor térjünk vissza a feladathoz. Megismertük a g-egyenesem normálvektorát, amely mínusz 1 és 1 lett. Na már most ismert a G egyenesemnek a normál vektora, és ugye ö, egy P pontja, hiszen ez a G egyenes a P pontomon megy át, amelynek a koordinátája ugye 5 és 0. Akkor, ha megvan a normál vektor, a normál vektoros egyenletbe visszahelyettesítve, meg fogjuk szépen kapni a G egyenesünknek az egyenletét. Azaz a G egyenesem egyenlete mínusz x plusz y, egyenlő mínusz ötlet. Na, meg most már tudjuk a g-egyenes, a merőleges egyenesem egyenletét, meg volt adva az e-egyenesnek az egyenlete, és ezek meccéspontját kell most majd ö, nekünk ö, kiszámolni, tehát e és g meccéspontja lesz a következő, az a bizonyos t pont. Ugye egyenletrendszerbe fogjuk mi ezt megoldani. Azt kaptuk, hogy az x egyenlő 5, 2 visszahelyettesítjük mondjuk a, az elsőbe, akkor mínusz 5 ből y egyenlő 0, és y-ra megkapom azt, hogy mínusz 5 ketted. És most nincs más hátra, ugye megkaptuk ezt a bizonyos t-pontot, meccés pontot koordinátája 5 ketted és mínusz 5 ketted lett, innentől kezdve már csak egy PT távolság képletet kell használni, behelyettesítve is megkapjuk, hogy a két egyenes milyen távolságra van egymástól. És ezt kiszámoltuk, akkor 50 gyök alatt 54 távolságra van egymástól a két egyenes.